Visszaadják lakásaikat, házukat a nemzetű Eszközkezelő Program résztvevőinek, közölte a Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárconélküli miniszter. A vérleti díjat rendszeresen megfizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaiknak. A kormány 2011-ben indította el az otthonvédelmi akciótervet a bajba jutott devizahitelesek megsegítésére. Az állam megvásárolta a hiteladósok, köztük számos gyermekes család ingatlanát és biztosította számukra a bérlés lehetőségét. A programnak köszönhetően 36 ezer otthon tudtak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a több milliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott. A javaslat elfogadása esetén a kormány felajánlaná az egyösszegű visszavásárlást, melynek során a vételára csökkenteni a bérlő által korábban megfizetett bérleti díjak összege, kamat felszámítására nem kell kerülne sor az állam és további százalékos mértékű kedvezmény igénybevételére is lehetőség nyílna a bérlő ez irányú igénye esetén. A kedvezményes ajánlattal a bérlő közeli hozzátartozói is élhetnének, így visszakaphatják ingatlanjaikat a korábbi tulajdonosok. Fónagy János parlamenti államtitkár köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát kezdjük mi is a számokkal, jelenleg hány ingatlan van a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában? 36 ezer otthon van jelenleg az eszközkezelő tulajdonában, és ezzel az elmúlt évek során 2011-től mintegy 154 ezer embert mentettünk meg a csapdából. Itt a feltételrendszert államtitkáról nézzük meg egy kicsit. Ugye azt mondják, hogy a bérleti díjat rendszeresen visszafizetők élhetnek most ezzel a kedvezményes visszavásárlással. Azon túl, hogy az elmúlt években is rendszeresen fizették a bérleti díjat, milyen egyéb feltételeknek kell még, hogy megfeleljenek? A, azzal, hogy visszaadjuk az embereknek a lakásaikat, ez, 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 ez elsősorban azokra vonatkozik, vagy azokra is, akik a fizetési kötelezettségeiknek eleget tettek. Ezeknek van az egyösszegű visszavásárlás lehetősége, ebben az esetben, tehát fizetési kötelezettség teljesített, és egyösszegbe kívánja kiváltani, biztosítunk kamatmentességet, a korábbi bérleti díjaknak a beszámítását, valamint százalékos, különböző százalékos mértékű kedvezményt a vételárból. A következő kategória az, aki rendszeresen fizette a bérleti díjat, de nem kívánja visszavásárolni a, a, egyösszegű, egyösszegbe nem kívánja kifizetni, vagy nem tudja kifizetni a lakást. Részük le, részletvételt biztosítunk. A, a következő kategória az, akik ugyancsak eleget tettek fizetési, bérlet fizetési, kötelezettségüknek, de nem kívánják megvásárolni a lakást, ott a lakásbérleti jogviszony fenntartását biztos. Egyébként, akkor itt hadd kérdezek valamit, mekkora a különbözet ez a kedvezményes részletfizetési lehetőség, mondjuk aki nem tudja egy összegben törleszteni, hanem ezt a kettes számú lehetőséget választaná, tehát mekkora a különbség a részletfizetés összege, vagy a részlet összege, illetve a bérleti díj között. Nagyságrendileg viszonylag különböző összegekről van szó. A, Tehát, hogy megéri-e az, hogy mégis inkább. A kormány a mai napig nyújtotta be a törvényjavaslatot és ezeket a részletes adatokat a kormányrendelet fogja tartalmazni, ezek jelenleg nincsenek a birtokomba, úgyhogy ezeket nem tudom mondani. Államtitkár úr, van itt még egy kategória, és erről is beszéljünk. Ugye a a körében azért az elmúlt években családi tragédiákra is sor került, vagy mondjuk nem egy kapcsolat, vagy házasság végződött vállással. Arra is volt már példa, hogy a, a korábbi házaspár valamelyik tagja visszavásárolta volna, viszont a férj vagy a feleség meg nem fizette a, a bérleti díjat velük. Most mi van? ajánl -e megoldást erre, az ilyen helyzetre is? Több, ebben is több lehetőséget tartalmaz a törvénytervezet. Részben azt, hogy nem csak a volt tulajdonos, hanem annak közeli eh, hozzátartozója is visszavásárolhatja hasonló kedvező feltételek mellett. A másik az, a, és az a, vegyük talán a legrosszabb esetet, a végső esetet, hogy amikor a bérlő nem válaszol, tehát nem működik együtt, ott a lakásbérleti jog viszont fennmarad. Tehát a fennmarad számára az egy más kérdés, hogy a, a kormányrendelet ebbe az esetbe egy, egy emelt lakbérrel fog számolni, hiszen a bérlő nem működik. Együtt megmarad, az ottho, a, megmarad a lakhatása, tehát nem kerül az utcára, de egy magasabb bérleti díjat kell fizetni. De nagyon bízunk benne, hogy ez egy elenyésző kis... Ha egyáltalában sor kerül ilyesmire, ugye, de legyen elenyésző kisebbség. Igen, ugye itt még az országgyűlés jóváhagyására is szükség van. Ezt követően mikortól lépne hatályba ez a módszer? A mm, törvénytervezetet a mai nap nyújtottuk be, a parlament menetrendje szerint december 11-én, vagy esetleg 17-én lesz a végszavazás, és azt követően kerül sor a kormányrendelet, tehát a végrehajtási kormányrendelet közététel megalkotására és a a, a, a törvény az általában az elfogadás napjával lép hatályba. kormányrendeletet még nem tudom, hiszen nincs benyújtva. Uh -huh. Engedj meg, hogy egy másik témáról is kérdezem, ami ugyancsak aktuális, 2019 végére fejeződhet be az egységes menetrend megalkodása, ami ugye összehangolná a MÁV, illetve az autóbusz menetrendeket. Volt most ugye egy újabb konzultáció az ügyben, hol tartanak az egyeztetések, vagy a munkák? Ö, mai nap teljesen friss a, a, a hír, a mai nap a vezetésemmel a, a Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, a, a vagyonért, állami vagyonér felelős miniszterasszony képviseletében jó magam, a nagy, köz, a vállal, a nagy közlekedési vállalatoknak a, a vezérigazgatói, a közlekedés tudományi intézet képviselői, tehát aki a magyar közösségi közlekedésbe számít, az mind jelen volt. Ma állapodtunk meg abban, és fogadtuk el azt a menetrendet, amely szerint a, a munkabizottságok az elkövetkezendő napokban felállnak. Ennek két nagy csoportja van. Az egyik a, az ország egyes hálózati elemeinként, ugye, mert itt azért a, a földrajzot is nézni kell, tehát ahány országnak ahány térsége van, annyi közlekedési hálózat, ezt nem lehet állami határokkal mm -hmm. lehatárolni. Azt szerint nézi meg ö, szinte vonalanként a, a lehetőségeket, és a, a, a szükséges intézkedéseket. Mm -hmm. A másik csapat pedig ezeknek a, azoknak a Elvi szakmai lépéseknek a kimunkálásával foglalkozik, amely az elvi alapját adják annak. Tehát hogyan lehet a vasutat vasúttal, busszal, vasutat a busszal összehasonlítani, mi olcsóbb az utasnak, mi olcsóbb az államnak, melyik gyorsabb az utasnak. Ez egy elég bonyolult De munka, is. és nem véletlen, hogy az a tervünk, és ezen is már dolgoznak hogy a, ennek a egységes menetrend manuális megszerkesztése után egy olyan, számi, olyan informatikai rendszer fog rendelkezésre állni, ami egyidejű információt ad minden közlekedő járműről, tehát minden autóbusz fedélzetén, minden vonatban ott lesz a, Kütű, jobb szakmai kifejezést én sem mm -hmm. tudok, ami, hogy adott jármű hol van, azon hány utas van, hány utasból mennyi a fizető utas, tehát egy teljes körű információ adnak, és ez lehetőséget ad arra, hogy az az egységes hazai közösségi közlekedési rendszer, amelynek az alapjait a 2013-ban elfogadott törvény szabja meg, az mielőbb megvalósuljon. Na, ugye itt a különböző igényekkel, meg a bonyolultsággal, nyilván itt lelki füleimmel, némi képzavarral élve, szinte hallom a közlekedők, az utasok kérdéseit is, például a késésekre vonatkozóan. Tehát azt tapasztaljuk még mindig, hogy óriási késésekre kerül sor időként, akár a busz közlekedésben, akár a vonat közlekedésben. Ezeket ki tudják-e küszöbölni? Mert hogyha ezek továbbra is, ezek a problémák maradnak, akkor az összehangolás ezen fog működni. Tudom, hogy aki egy éppen késésben lévő vonaton vagy autóbuszon annak nem igaz, de ahhoz képest, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt mennyit késtek, ahhoz képest azért jóval előbbre vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a nagyobb pontosságnak vannak technikai feltételei. Például ne legyen annyi akadályjel a vasúton. egy ne tizenvalahány éves autóbusz parkunk legyen, hanem mint Nyugat-Európa, be egy 6-7 éves átlagéletkorú. Tehát vannak technikai- műszaki előfeltételek. Ugyanakkor a, a, a pontosság a menetrend szerinti közlekedés betartásának nagyon fontos eleme éppen ez a közös menetrend, ami lehetőséget ad arra, hogy ebből a ebből a hálóból esetleg valahol kieső, vagy késő járműnek a pótlásáról, a bevása, bevá, bevárásáról, arról ez a menetrend ne, ne, ne esetőlegesen, hanem, hanem előírásszerűen rendelkező. Hát ámen, csak azt tudom mondani ebben a fázisban valamennyiünk érdekében. Fóna János, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm.